Erős már a mi Istenünk, jó estét kívánok mindenkinek, vagy reggelt, hogyha éppen akkor nézi. Ez a muzsika az utolsó ítélet című oratóriumból a nyitány volt. Ezt olyan körülbelül 35 évvel ezelőtt vetettem kottára, és lejátszani persze nem tudom, csak hogy a fülemben megvolt, és elképzeltem, milyen jó lenne, hogyha valaki ezt lejátszana. Amikor fiatal voltam, akkor azért voltak konzis barátaim, és akkor hát mi összejöttünk, és hál' Istennek elő tudtuk adni. Sőt, később volt egy nagyon kedves miskolci társaság, akik ezt újra előadták, sőt, felvételt is készítettek róla. Ez a változat, ami most itt volt, elhangzott, azt Pelikán András kollégám, barátom vette föl, úgyhogy a szólamokat szintetizátorral vette föl egymás mellé. És hát ezt gondoltam most ilyen beharangozásnak. Amikor még elhallgatott a zene, akkor még nem volt senki bejelentkezve. Remélem, hogy azért majd egy páran megnézik ezt a kis videót. A mai téma, amiről elmélkedni szeretnék, az arról szól, hogy talán nem járok messze az igazságtól, ha azt föltételezem, hogy nem vagyok egyedül azzal a tapasztalattal vagy érzéssel, hogy nehezemre esik segítséget kérni, vagy elfogadni is akár néha. Mondok egy nagyon egyszerű példát, vagy az ember egy plázában, vagy egy forgalmas vasútállomáson, és ugye csomagok, meg egyebek, és de megbotlik, vagy a uram, bocsánat, még hasra is esik. Ez borzasztó kellemetlen tud lenni, vagy a mozgó lépcsőn szerencsétlenkedik, vagy valami olyan dolog történik vele, ami mondjuk egy burlesque filmben mulatságos, de a valóságban azért mindenki ezt nagyon kínosan éli meg. És akkor ráadásul észreveszem azt, hogy ott van, én pont látta ezt egy olyan ember, akiről tudom azt, hogy ő nem igazán kedvel engem, és talán elég jelentős kárörömmel is figyelte az én bukdácsolásomat, vagy szerencsétlenkedésemet. Ugye amikor mondjuk valaki elesik, és valaki oda megy hozzá, és nyújtja a kezét, hogy felsegítse, és előfordul az, hogy nem, te nekem ne segítsél, vagy majd felkelek én magamtól. Tehát egy kicsit, mint a kisgyereknek a viselkedésében néha van ez a reflex bennünk, ez a sértettség, ez a durca, ez a dac, amikor majd én megcsinálom, majd én tudom, én egyedül akarom, és hagyjatok engem békén, és ne akarjon nekem senki segíteni. Szóval én azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy ez az érzés ott van, akkor, amikor mondjuk az ember hirtelen kerül valami kellemetlen helyzetbe, hogy nehéz segítséget még elfogadni is, de kérni, azt meg pláne. Az egy másik dolog, hogy találkozunk azzal a jelenséggel is, amikor valaki szinte a segítségkérés, vagy a szívességkérésből él. De ezt olyan ügyesen tudja, és olyan rafináltan tudja kommunikálni, hogy a másik ember érzi úgy, mintha neki tennének szívességet. Szóval amikor valaki mindig szívja a másiknak a vérét, ez ugye vagy az energiavámpír, aki állandóan zaklatja a másikat mindenféle kitalált, hajánál fogva előráncigált kérésekkel, meg ötletekkel, és akkor a másik érzi kínosan magát, hogy ha nem tud mindig mindenre azonnal és a másik elvárása szerint válaszolni. De hát ez egy másik műfaj. De most itt arra gondoltam, hogy amikor az ember bajba kerül, vagy szégyelli magát, szégyenben van, akkor nem szívesen fogad el segítséget. De most olyan is lehet, hogy valaki mondjuk folyamatosan bajban van hosszú ideje. Mondjuk teszem azt, valamilyen rendellenességgel vagy fogyatékossággal született. Ugye Bibliában vannak ilyen történetek, vakon született, vagy a betesdai béna, aki már 38 éve feküdt ott a Betesda partján, és nem, nincs emberem. Ott ő viszont úgy tűnik, mintha az ő válaszából, Jézusnak adott válaszából az derül neki, hogy viszont szeretné, hogyha lenne valaki, aki segít neki, csak nincs. Nincs, aki segítse. Nincs, aki oda vigye a vízhez, amikor fölkavarja az angyal, és hogy ő legyen az, aki elsőként ér bele oda, és meggyógyul. Tehát van, amikor az ember hosszú ideig van bajban, és egyszer csak jön egy kairosz, egy
egy kiemelt, jelentős pillanat, egy lehetőség. Hát valami ilyesmit érezhetett az a vakember, az a jerikói vak, vagy valahol, ahol a nevét is leírja valamelyik evangélium, Bartimeusnak hívták, aki ott koldult, mindig mindenre kivitték, és ott koldult, és amikor meghallja, hogy valami, hát ilyen zaj van, vagy egy tömeg megy arra, és akkor mi ez? Hát akkor mondják neki, hogy Jézus jön erre. És akkor bizonyára hallott már Jézusról, hogy ő meggyógyított betegeket, vakok szemét is megnyitotta, és akkor hirtelen azt mondja, hogy hú, hát itt az én időm. Itt ülök, minden nap koldulok, nincs reményem, évek óta, vagy talán évtizedek óta benne vagyok ebben az állapotban, és én szeretnék ezen változtatni, de hát reményem nincsen, és nincs, ki segítene rajtam. Még a mai orvostudomány is nagyon korlátozott ebben a tekintetben, hiszen hogyha mindenféle vakságot tudnának gyógyítani, akkor bizonyára meg is tennék, de hát sajnos vannak olyan helyzetek, ahol még a mai orvostudomány sem tud segíteni, és hát az akkori meg aztán pláne, és azt mondja, hát Jézus biztosan tud segíteni rajtam, és akkor elkezd neki kiabálni. Nem szégyelni, hogy segítséget kér. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! És kiabál, és akkor ugye már a tanítványok meg a körülötte lévők mondják Jézusnak, hogy Uram, csinálj már valamit, mert ez nagyon kiabál, és a vakot megpróbálják csitítani, hogy ne kiabálj már, de őt nem lehet lebeszélni róla, hát itt az alkalom, ezt az alkalmat nem szalaszthatja el. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! És akkor Jézus megkérdezi tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjek veled, és hát, hogy lássak. Tehát hosszú ideje benne van, nem elesett a mozgólépcsőn, vagy a bőröngyeivel az állomáson, nem hirtelen került valami bajba, ahol el kéne fogadnia, vagy esetleg kérnie kellene segítséget, hanem régóta van benne, és eljött az a pillanat, amikor most ott van valaki, aki tud rajta segíteni. És gondoljuk el, hogy mondjuk olyan is lehet, hogy valaki az életében megszokta azt, hogy mindig van mellette valaki, aki segít, akihez fordulhat, aki az ő támasza, aki az ő menedéke, akihez még csak kiabálnia sem kell, mert mindig ott van és rendelkezésre áll, hogy mondjam, szabad számolni a jelenlétével és a segítőkészségével. És akkor egyszer csak valami miatt ez az ember, ez a segítséget évek alatt megszokott ember, valamiért azt érzi, hogy hú, lehet, hogy az a valaki, akitől én eddig elfogadtam, hogy kaptam a segítséget, elfordult tőlem. És most már nem fog rajtam segíteni. És akkor ez ilyen dermedt ijegységgel fogja el, hogy hú, hát én eddig hozzászoktam ahhoz, hogy mi, nagyjából egyenesben van az életem, viszonylag jól élek, minden rendben van velem, de hogyha vannak kisebb-nagyobb problémáim, akkor tudom, hogy mindig van kihez fordulnom, és most lehet, hogy ő már nem lesz velem. Amikor emlékszem, gyerek voltam, akkor többször is megragadott, vagy elragadott ez a félelmetes gondolat, hogy valaha majd egyszer az én szüleim nem fognak már élni, és én még élek. Tehát, hogy lehetek én úgy, hogy én még itt vagyok, és élek, és a szüleim meg már nem. És azt mondta, hát ez képtelenség, ilyen nincs. Tehát, hogy ők, akikre mindig számíthatok, tehát akik az én életem kereteit adták, akik rendezték az én dolgaimat, akik intézték az én dolgaimat, és az én gyerekségemmel, és a gyerekségem korlátaival és lehetőségeivel, persze én ugye tettem a magam kis dolgát, játszottam, tanultam, stb., de végül is, hogy mondjam, sinem volt az életem, mert ők döntöttek egy csomó dologban, egy csomó felelősség nem volt rajtam, hanem azokat ők átvették, és én csak azt vettem észre, hogy telnek alapjaim, és mindig minden a helyén van reggeli, ebéd, vacsora, megyünk sétálni, megyünk kirándulni, stb. Tehát megyek iskolába,
gondoskodnak rólam, számítanak rám, és én meg számítatok rájuk. És hogy elképzelem azt, hogy valamikor lehet olyan, hogy ők nem lesznek. Hát ezt el sem tudom képzelni. Nyilván gyerekként ezt nem fogtam föl, hogy normális esetben, normális. Szóval alapesetben azért az úgy szokott történni, hogy amikor a szülők megöregszenek, és akkor én már akkor felnőtt vagyok, és amikor ő a szüleimben eltávoznak a mindenhaladók útján, akkor én már azért többé-kevésbé saját lábon állok. Tehát nem arról van szó, hogy minden dologért édesanyát hívom, vagy édesapát, ki melyiküknek mi éppen a specialitása az én életemben, vagy megoldja a dolgaimat. De persze, de még azért így is, hogy nyilván egy felnőtt embernek is biztos mindenki így van vele, aki már elveszítette a szüleit, hogy azért olyan furcsa. Furcsa, hogy már nincsenek. Furcsa, hogy már nincsenek. Pedig hát nyilván most már mindenki is saját lábán áll. Viszont elveszíteni azt a valakit, akinek az egész létemet, életemet köszönhetem, és aki nem változik, aki nem szűnik meg, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, szóval őt elveszíteni, vagy, na és ide lyukadtam ki, amikor ezzel gondolkodtam, hogy nem is, hogy elveszítem, hogy egyáltalán úgy élni, hogy én egyáltalán nem feltételezem, hogy az ez a személy, akinek az életemet köszönhetem, aki teremtője mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak, aki terelgeti az életemet, akire mindig számíthatok, és aki majd a végén is, amikor ebből a világból kiszűnök, akkor is a szeretetének az erőterében tart meg, és nem a semmibe zuhan a létem, hanem ő benne maradok. Hogy lehet úgy élni és úgy gondolkodni, hogy ő nincs? Ezt igazából nem igazán tudom elképzelni. Hiszen emberek, és nem csak a jerikói vakra igaz ez, hanem emberek nem tudnak nekem segíteni mindenben. Néha bizonyos dolgokban szabad, kell és lehet is elfogadnom segítséget, meg sőt kérni segítséget, és ez jó, hogy mi emberek tudunk egymásnak adni ilyen módon, tudunk egymás számára támasz lenni néha, bizonyos kisebb-nagyobb kérdésekben, de teljes egészében csak emberekre bízni az életemet, hogy majd ők megoldják, és várom, hogyha mondjuk elesek, vagy megbotlok, akkor várom, hogy hol egy kéz, amelyik majd fel akar húzni, mert lehet, hogy nincs. Nem csak azért, mert jaj, gonoszok és közönösek az emberek, nem, lehet, hogy nincs ott senki. Tehát olyan nincs, hogy nem szorulok rá. Olyan nincs, hogy nem kell segítség. És ezért az örökkévaló Isten nélkül elképzelni az életet számomra tulajdonképpen lehetetlen. Mai útmutató igéket olvasom. A 31. Zsoltár 23. verse. Én már azt gondoltam magamban, ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól, de te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. És Márk evangélium a 10. fejezetéből egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia, ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel, Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Jézus megállt és ezt mondta,
hívjátok ide. A befejező muzsika, amivel majd a mi atyánk után szeretném levezetni ezt a kis elmélkedést, azt szintén Pelikán Andrással csináltuk, ő hát egy nagyon-nagyon kiváló muzsikus egyébként. Zeneakadémiára is járt, kiváló kántor is, és hát az az egy év, amíg ő itt volt, 6 éves, nekem nagyon emlékezetes és nagyon kedves. Nagyon sokat zenéltünk együtt. Ezen a felvételen, amit most szeretnék megmutatni, ezen Kispál Norbival hármasban zenéltünk, egy ilyen esti muzsikál, közös muzsikálás volt. Norbi hozta ezt a gitár témát, és aztán mi egy kicsit úgy még rá tettünk, András a szintetizátorral, én meg a gitárral. Kicsit ilyen elmélkedős zene. Majd hallgassák szeretettel. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Erős várni Istenünk!